Visszajött a répa. Igen nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket, mind magas hó borította. A nyuszinak elfogyott az ennivalója. Útnak indult hát, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak boldogan kiáltott fel. Hoho, két répát találtam! Megette az egyik répát, maradt még egy. Azt gondolta a nyuszi. Nagy a hó, hideg az idő, a csacsi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem ezt a répát, hadd lakjék jól. Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt otthon. Letette hát a répát, és ott hagyta a csacsi házában. Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy édes krumplit, örömmel vitte haza. Belépett a csacsi a házába, észrevette a répát, csodálkozott is nagyon. Hát ez hogy került ide? Megette az édes krumplit, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő, a bárányka otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól. Szaladt a csacsi a bárányka házához, hanem a bárányka nem volt otthon. Letette hát a répát, és ott hagyta a bárányka házában. Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy káposztát, örömmel vitte haza. Belépett a bárányka a házába, látta ám a répát, csodálkozott is nagyon. Hát ez hogy került ide? Megette a káposztát, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő, az őzike otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól. Szaladt a bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem volt otthon. Letette hát a répát, és ott hagyta az őzike házában. Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy karalábét, örömmel vitte haza. Belépett az őzike a házába, meglátta a répát, csodálkozott is nagyon. Hát ez hogy került ide? Megette a karalábét, aztán azt gondolta. Nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól. Szaladt az őzike a nyuszi házához, hanem a nyuszi már jól lakott és édesen aludt. Az őzike nem akarta fölkelteni, letette hát a répát, és ott hagyta. Másnap reggel felébredt a nyuszi, és csodálkozva így kiáltott. Nini, visszajött a répa! Na hát! Gondolkozott egy keveset a nyuszi, és hamar kitalálta, hogy csak is a barátai hozhatták neki ajándékba. Itt a vége, fuss el véle!